Egészen pontosan 53 esztendővel a nap után, amikor egy nép azt mondta, elég volt. Köszöntöm Önöket, jó estét mindannyiuknak. Önök az ünnepi péntek 8-at látják Csermely Péterrel, és mai vendégünkkel, Balázs Piri Lászlóval, aki a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke, és az 1956 alapítvány kurátora. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Megtenné a mi és a nézőink kedvéért, hogy egy picit visszapörgeti velünk az időt, és 1956. október 23-áról kezdjünk beszélgetni. Most 8 óra múlt néhány perccel, lassan 8:45 lesz. Emlékszik, hogy mit csinált, hol volt, milyen érzések kavarogtak önben éppen 53 esztendővel? Azt hiszem, nagy csalódást fogok okozni. Nagyapám halálos ágyánál voltam, Kelebián. Szabadkától nem messze, onnan a család származik. Úgyhogy kimaradtam ebből a legszebb első felvonásból. Mikor csatlakozott? Hát a Balat Orient Expressre szálltam, és egy marhavagomba érkeztem meg, mert azt elterelték Kassa felé, és 26-án, 27-én értem be. És aztán az egyetemi nemzetőrség tagja lett? Hát előbb még egy kicsit csavarogtam, jártam a Korvin közbe, itt-ott, jártam a Deák téri főkapitányságon, ahol a diák igazolványomra kaptam egy pisztolyt. Aztán végül is mégiscsak a társaimhoz az egyetemre mentem. A mai évforduló egyébként nem csak 56-nak évfordulója, hanem a Magyar Köztársaság születésének 20. évfordulója is. Nyilván nem véletlenül kiáltották ki ezen a napon, de azért a párhuzam miatt érdemes föltenni a kérdést, hogy egyébként erről álmodtak, ezért harcoltak 1956-ban? Vagy nem egészen? Szóval ennek két oldala van. Az egyik oldal az, hogy elvileg mondhatjuk azt, hogy végül győztünk. Beletellett egy kis időbe, legjobbjaink közben elhullottak, de végeredményben az oroszok kimentek, szabad választások, stb. Úgyhogy volt egy olyan érzés, de nem ott, nem is voltam ott a Kossuth téren, hanem még a Nagy Imre és társainak újra temetésénél. Ott elkapott egy olyan érzés, az a rezgés, amikor fölindul az emberbe a régi énje. Ott nagyon derűsnek láttam a jövőt. Ugye ez egy politikailag elfogulatlan műsor, de azzal együtt azt kell mondjam, hogy elsősorban az Orbán Viktor beszéde miatt, mert hogy vannak ilyen fiatalok, és ilyen bátran kimondják ugyanazt, amit mi akkor ilyen bátran kimondtuk. Szóval ez a része stimmel, hogy utána mi következett, az egy nagy csalódás volt a számomra. Nem így képzeltük. Beszélünk majd meg erről is, de egy picit meg mindig vissza 56-ra. Mit tapasztalt, mi volt a levegőben azokban a napokban, és amikor azokról a napokról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy nem csak a november 4-éig tartó időszakot illene említeni, hiszen azzal, hogy bejöttek a szovjetek és vérbe folytották a számunkra igencsak nemes forradalmat, azzal nem lett vége, nem lehetett egy varázsütésre vagy egy csetésre. Ez régi mánián, hogy hol azt a gyönyörű 12 napot mondják, hol azt a gyönyörű 11 napot, most legutóbb azt olvastam valahol, hát nem ért véget. Hát a statisztika mutatja, hogy nem ért véget, mert közel annyian haltak meg 4-e után a harcokba, mint 4-éig. Hát az azt jelenti, hogy itt folytatódott, csak reménytelenné vált, de nem lett vége. A különböző néma ellenállási formulák... Arról nem is beszélve. Hát akkor indultunk be, akkor indultunk be az újságégetésekkel, a röplapok tömegeivel, a nőtüntetéssel, és elnézést a köhögésért, nem sertés influenza. Szóval egy olyan tüntetés is volt november 23-án, amilyen a világtörténelemben nem volt még több. És erről nem sok szó esik. Akkor
szájról szájra ment a hír, hogy a értelmiségi forradalmi bizottság meghirdette, hogy 23-án az egy hónapos forduló napján délután 2 és 3 között senki ne lépjen az utcára. Ugye a sajtók nem volt, de ez terjed. És egy 1,5 milliós nagyvárosba egy órára kiürültek az utcán. Számos barátom figyelt a város különböző pontjain, én a Kálvin tér környékét Kapuajból, és nem az oroszok szaladgáltak ezekkel a páncélos járműveikkel, és nem tudták, mi van. Most ezután mit találtak ki a magyarok, most mi következik? Hát semmi, aztán helyreállt a délutáni forgalom, de ez mutatja, hogy a forradalom élt. És élt. Hogy lehetett, mi történhetett ezzel a társadalommal, ezzel a népből egy pillanat alatt nemzetté alakult és gyönyörűen átváltozott emberekből álló tömegből, hirtelen gondolkodó, a hazájukat szerető, tudom, és azt kifejezni. Tudom, hogy fog kérdezni. Mi történt velük fél május év vagy 3/4 év leforgása alatt, amikor ugye május 1-én a felvonulási téren Kádár Jánost éltették? Ezt sokan kérdezték már tőlem. Hát egyrészt ugye mindenki azt mondja, hogy a munkahelyeken kötelező volt kivonulni, meg az egyetemeken, meg stb. De próbálták volna ezt decemberben. Akkor még nem ment volna. Megtört a nép. Decemberben jött a statárium például. Lefejezték a munkástanácsokat. Látszott, hogy az oroszok tartósan berendezkedtek. És akkor valahogy feladta a nép. Feladta. Azt mondta, szép volt, gyönyörű volt, nem sikerült. Most már nézzük, hogy miből élünk. Szerintem elég hosszú távra terjedően adta föl, mert nem tudom, olyan fogalmazok, én igazán nem akarom megbántani az ön érzéseit, mint akkori résztvevőnek, de azért jó lenne, hogyha tisztán látnánk azt, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége mai nap is fütyül 56-ra, és erre a nemzeti ünnepre. Ez a nemzeti ünnep talán a legkevésbé elfogadottabb. Igen. A közvéleménykutatások szerint nem rezonál bennük, szinte egyáltalán. Hát ebben az értelemben Kádár nem csak december után győzött, hanem a győzelme a mai napig tart. Ez egy erős sarkítás azért, de valami van benne, én ezt nem tagadom. Azért az én egykori bajtársaim, azok rendületlenül és töretlenül ugyanazt vallják, mint 30 évvel ezelőtt. Kibírtak börtönt, mindent, és ma is azt mondják, amit akkor mondtak. Jó, sikerült a társadalom nagy részét ilyen pépessé átalakítani. Egy kis turmix gép használatta, és ma én is alig ismerek rá a saját népemre. Néha. Ez a legelkeserítőbb. Hadd mondjak ehhez egyetlen egy adalékot. Tegnap előtt hallgattam a Kossuth Rádió déli krónikáját, és fiatalokat, középiskolásokat kérdeztek arról, hogy mi is történt október 23-án. Lesújtó volt. Tehát lesújtó. 10-ből 1 ember tudta, de olyanok is voltak, akik Petőfit és Kossuthot emlegették. Egyszerűen tragikus. Hát valami közük volt azoknak is, mert mi az ikletet 48-ból merítettük, egyetemi ifjúság. Na, ilyen összefüggéseket nem hallottunk, nem. Sajnos. Na most én elég gyakran megyek iskolákba, meghívnak ilyen rendkívüli történelmórákat tartani, és azért én érdeklődést tapasztaltam. Nem minden iskolában, nem minden osztályban, de még egész fiatal, még általános iskolás 8-osok is.
nagyon érdekli őket. Hát jó, mert ahova meghívják, hogy nyilván az év többi napján is hasonló szellemiségben tanítják a történelmet. Itt a tanárokkal van a baj, nem az ifjúsággal. Na, és azt is mondta ugyanebben az összeállításban egy történelem tanár, hogy igen, talán a történelem tanárok szövetségének, egyesületének, nem is tudom ki ennek az elnöke, azt mondta, hogy igen, a történelem tanárok félnek ettől az egész témától, a 45 utáni magyar történelemmel nem szívesen foglalkoznak, mert hogy ez milyen megosztó, pedig, mondja ez a jó ember, milyen jó vitákat lehetne arról rendezni az osztályban, hogy kinek a szülei, nagyszülei melyik oldalon álltak és mit csináltak. Tehát megint ott tartunk, hogy tehát nincs egy olyan fix pont, mondjuk 56-tal kapcsolatban, amit most már végre mindenki elfogadna, szóval ez nem egy relatív. Bizonyos tekintetben én ebben a kérdésben részben hibáztatom a társadalmat, részben felmentem, mert az bizonyos, hogy nem könnyíti meg 56 megünneplését az, hogy az egykori állampárt örökösei, most már harmadszor vannak szabadon megválasztva kormányon, de természetesen ezeket az embereket a társadalom választja meg. Nem maguktól kerülnek oda, ennyiben feltétlenül hibás a nemzet is, csak gondoljunk abba bele, hogy ez ilyen speciális sajátosság, ez a gyilkosok erőlködnek, hogy az áldozatnak legyen már muszáj velük együtt ünnepelni. Ez egy ilyen különös, a pépes szót használta az előbb nekem, ilyen nyálkás, csigás, undorító magyar tulajdonság jut erről eszembe, ez az együtt ünneplési kényszer. Hát az, hogy ezek a gyilkosok örökösei, az nem tőlem egy publicisztikai túlzás, hát az MSZP, az jogilag az MSZMP örököse, örökölte a pártvagyont, örökölte a politikusokat, hát az MSZP soraiban a mai napig ott ülnek, esetleg a gyilkosok az ott leszármazottjai, mindenképpen a gyilkosságok haszonélvezői, és az egész összerabolt vagyonnak a haszonélvezői. Nehogy azt higgyük, hogy Havas Szófia híres kijelentése 1956-ról, hogy az a nyilas terror folytatása volt, az egy egyedi elszigetelt szocialista vélemény. Ez merem állítani, ez ott a pártban, az alsóbb szinteken, vagy úgy maguk között, amikor vannak, ez egy teljesen általános és bevett álláspont. Hát ha nem is ennyire, mert azt mondja, nyilas kommandók járták végig a házakat, zsidókat hát, keresve, és úgy elképzeltem Angyal Istvánt, aki nem csak zsidó volt, még kommunista is volt, és a Tűzoltó utcai felkelőknek a legendás vezére, föl is akasztották, vagy a Nikolsburg Lászlót, aki a barostériek, őt is felakasztották, vagy a Szirmai Ottót, aki még fegyvert se vett a kezébe, mégis felakasztották. Na most ezek kergették volna Budapest szerte az időt. Hát most ne, azért odáig ne süllyedjünk, hogy Havas Szófia nézeteiben ereszkedünk komoly forráskutató történeti vitába. Igen, de folytassuk ott, hogy nem könnyű így megélni 56-ot, mint nemzeti ünnepet, hogy ember bárhova néz, ott vannak a forradalom leverőinek az örökösei, ott vannak a különböző magas pozícióban. És tegyük hozzá, és ez egyben egy kérdés is, hogy azok után, hogy 3,5 év börtönre ítélték. Először, másodszor 2,5-re csökkentették. Direkt. Azt viszont utolsó percig. Direkt ajándék, hogy így mondjam. Szóval mit érez olyankor, amikor azt látja, hogy ez a garnitúra ugyanolyan bepárásodott szemmel énekli az internacionálét, mint annak idején? De a himnuszt is éneklik már, szóval valami lassú átalakulás. Jó, hogy falsul, meg nem mindig tudják a szöveget. Mondok én valamit. Eddig nem következett be. Talán most lesz rá esély, hogy ez a bolsevizmussal fertőzött magyar baloldal egy történelmi vereséget szenvedjen. Mert eddig jó, veszítettek, nyertek, kis arányokba vagy valami. Talán jövő tavasszal egy akkorát kapnak, hogy lemegy velük a lift. És ez elégtétel lehet? Nekem okvetlenül. Azon kívül aztán jöhet baloldali párt, ilyen két Leonna-szerű, meg Szocdem, meg minden, kell is. De ez legyen az ő gondjuk. Csak olyan visszásabba belegondolni, hogy amikor már azt hitte volna az ember például ön, hogy győzött 20 igen. évvel ezelőtt, akkor hogy még 20 évet elrabolnak az életéből. Na igen, nem? Itt voltunk rettenetesen naívak. 20 év. De nem csak mi öreg szennilis 56-osok. Mindenki. Tudnélik, 33 évig tartott a tömény Kádár rendszer. Most mi azt hittük, hogy majd
két év alatt, vagy négy év alatt minden vissza lehet csinálni, és ott folytatjuk, ahol 56-ba abba hagytuk. Hát ez egy borzasztó buta ötlet volt. Egyre inkább rájövök, hogy körülbelül 34 év lesz a visszaút is. Amit én már nem érek meg, de önök még így. Hát ez nem hangzik túl jól, úgyhogy gyorsan mutatunk is egy kis filmet azzal kapcsolatban, hogy mi történt ma az ünnepen. A Kossuth térről ezúttal elmaradtak a vaskerítések, de a környéket fekete kötélkordonokkal így is elkerítették az 1956-os forradalom 53. és a köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóján. A Magyar Köztársaság lobogójának felvonására most is több száz rohamrendőrt vezényeltek ki. A közjogi méltóságok a vértanúk terén koszorúztak és tisztelegtek Nagy Imre szobra előtt. A megemlékezésen néhány tucatnyi kormányellenes tüntető is megjelent, a nemzeti színű és árpádsávos zászlót, valamint libás terítőt tartó csoport, a hazaárulók és a tolvajbanda felkiáltásokat skandálta. Nagy és sorsfordító küzdelem vár Magyarországra, ugyanúgy, mint 56-ban, mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint pártjának az a dolga, hogyha legkésőbb 5 hónap múlva kormányra kerül, újjáépítse Magyarországot. Mi most győzni indulunk. Nem rombolni, nem bosszút állni, hanem építeni. Újjáépíteni az országot, újjáépíteni mindazt, amit a szélsőséges kormányzás az elmúlt években lerombolt. 23 közéleti személyiségnek ítélte oda a rendszerváltozás évfordulójára alapított elismerést a kormány. A 20 éves a köztársaság díjat a miniszterelnök szavai szerint az 1989-es események meghatározó alakjai kapták. A kiválasztottak közé került Debreceni József és Ormos Mária is. Jó napot kívánok, gratulálok. Egy kérdést megenged? Köszönöm szépen. Mégis ön szerint mivel érdemelte ki a kitüntetést? Köszönöm szépen, nem nyilatkozom ízlésbeli okokból önöknek. Ön meddig nevezte 1956-ot ellenforradalomnak? Én soha, de egyszer. Amikor kényszerből egy papíron be kellett írnom, egyébként soha. De hát az MSZNP KB tagja volt. Hát az MSZNP KB tagja, én elég későn lettem, ugye 88-ban, amikor a KB-nak nem ez volt a központi kérdése, és amikor központi kérdésé vált abba a bizonyos történelmi bizottságba, ott én határozottan képviseltem azt, hogy nem ellenforradalom. Nem kapta meg viszont az elismerést Szűrös Mátyás, aki kikiáltotta a köztársaságot 20 évvel ezelőtt, vagy például Szabad György, aki az első szabadon választott parlament elnöke volt. Hát mondok még egy-két nevet, Debreceni Józsefről nem csak ízlésbeli okok miatt nem szeretnék én semmit mondani, hanem mert ülök eleget a bíróságon hasonló dolgok miatt, úgyhogy csak mondok még néhány nevet, hogy kik azok, akik megkapták a 20 éves a köztársaság díjat. Nyers Rezső, Kovács László, Levendel Ádám, aki ugye Horn Gyula tanácsadója volt jó ideig, Kósáné Kovács Magda, Kupa Mihály, Dornbach Alajos, Ág Attila, Rajk László, Tamás Gáspár Miklós, Eszterházi Péter, Gönc Árpád és Jancsó Miklós többek között. Hát, hogy idézzem Horn Gábort, kemény csapat. Ez egészen meghökkentő névsor, amikor láttam az MT-ben ezt a hírcsoportot, hát nem jutottam percekig szóhoz, és hogy itt nézegettem az előbb bejátszásban Ormos Máriát, én nem akarom a professzorasszonyt megbántani, személyesen semmiképpen nem, de könnyen lehetséges, hogy jót a központi bizottságban nem nevezte sehogy, vagy nem nevezte ellenforradalomnak 1956-ot, de éppen a központi bizottság, mint testület miatt voltak mások arra kényszerítve, hogy úgy nevezzék, egészen konkrétan egy egész ország. Tehát ez valami olyan sátáni tréfa, ez a díj, meg ez a kitüntetés. De csak mutatóban nem lehetne mondjuk egy-két, tegyük föl mondjuk mai jobboldali figurát, rendszerváltó figurát kitüntetni? Tehát csak úgy, hogy legyen de, neve a gyerek. De látod, elnézést kérek. Először meg kéne találni azt a jobboldali rendszerváltó figurát, aki hajlandó beállni a sorba, a Nyers Rezső után lépkedve,
és a Debreceni József előtt lépkedve átvenni azt a díjat. Pontosan ezt akartam mondani, hogy nem hiszem, hogy igazán komoly hiteles ember nem csatlakozhat ezekhez. De az egy második lépcső, hogy valaki átvenné vagy nem venné, de az, hogy rajta sincs az ő listájukon. De a Biszkú Béla sincs rajta. Úgyhogy... Ez igaz, ez megnyugtató. Pedig fejlődött az eszme. Él még. Háborítatlan csendben. Ugye, gondolom, tudjuk, kiemelt nyugdíjat. Tudjuk, hogy ki volt. Na mindegy, szóval a megtorlások idején a belügyminiszter, tehát a megtorlások végrehajtó atya. És senki annyit nem mondott még neki, hogy szégyen magad. Nyilván nem is szégyelni magad. Biztos, hogy nem. Azt mondta ma ünnepi beszédében Balázs Piri László Kaposvárot, többek között, hogy olyan iszonyatos erők szabadultak föl 56-ban, ami szinte hihetetlen volt egy agyon gyalázott, egymásra úszított népnél. Mert szerint lehet még ilyen pillanat? Vagy teljesen elveszett a remény? Ahhoz még nem aláztak meg minket eléggé, úgy érzem. Az egymásra úszítás, ennek van értelme, mert ugye először a zsidókra uszították a magyarokat, aztán a magyarokra uszították, a kulákokra uszították a szegény parasztot, a kapitalistákra a szegény embereket. Szóval mindig volt olyan csoport, amelyiket lehetett rugni, rugdosni, esetleg meg is ölni. És 56-ban ez mind eltűnt, ez az érzület, hogy de jó lenne, jó nagyot belerúgni ebbe a kulákba, bele is rugok. Eltűnt. És minden faluban volt egy pár ember, akit a legszélsebben nagyon ütöttek volna, és nem, egy pofon nem csattam. Hát azért nem egy megdöbbentő dolog az? Hány ilyen forradalom volt a világon? Igaz, hogy nagyon bölcsek voltak a megválasztott. Most direkt a vidékről szólok, mert erről kevesebb szó van. Az úgy történt, hogy összegyűlt a tömeg, és megválasztották a falu új vezetőit. Ebben a tekintélyes, becsületesnek ismert emberek voltak, Nemzeti Bizottság vagy Forradalmi Bizottság, utána rögtön meg a nemzetőrséget megszervezték, aminek az első dolga az volt, hogy megvédje a pártitkárt meg a többieket az agyonütéstől, sikerült is, ez nagyjából mindenhol, de volt, ahol megkérték a rendőröket, hogy maradjanak. Ők rendesek voltak az előző időkben, ugye az Ávó volt a terror angyala, mindenhol másképp, mert nem volt felső utasítás, és ezek a falusi vezetők, ezek olyan kitűnően elvezették a községüket még hónapokig, amíg visszatértek aztán azok, akik elvették tőlük ezt. Aztán visszatértek azok, akiket megvédtek és fölakasztották. És borzasztó bosszút álltak rajtuk. Éppen azért, mert kiderült, hogy ő rájuk hallgat a nép. Szóval a vidéken annyi minden történt, amiről mi Pesten nem tudunk. Ugye itt könnyeket hullatunk a rövid időre, de mégiscsak elhurcolt értelmiségi, vagy írókér, vagy költőkér, akik megütötték a bokájukat. Hát ott volt, akit agyonvertek. Nyílt színen. No, hát ezt teljesen elfelejteni, ez művészet, de úgy látszik sikerült. Arra is gondolok ezzel a mondatával kapcsolatban, hogy vajon még egyszer így összekapaszkodhat-e ön szerint egy nemzet, hiszen megint csak azt láthattuk az elmúlt 20 esztendőben, és erre voltak kísérletek bizonyos kormányzati ciklusokban, hogy hogyan lehet embereket egymás ellen ugrasztani. Igen. Faji, társadalmi, igen, foglalkozásbeli tekintet nélkül helyenként az orvost a betegnek, a beteg az orvosnak, az egészségügyben dolgozókat, mindenkit, mindenki ellen, a tanárt, a gyerek ellen, a gyereket, a tanár ellen, ami nem beszélve a cigányok, a zsidó kérdések, mindenféle olyan sokszor mondva csinált probléma, amivel megpróbáltak megmérgezni egy társadalmat. Igen. És kijátszani egymást embert ember ellen. És 56-ban ez mintha mind eltűnt volna. Szóval rejtélyes, hogy sikerült. De lehet, részben azért, mert a fiatalok vezették tulajdonképpen ideológiailag ezt a mozgalmat. A egyetemisták, hát az ő pontjaik voltak a forradalom programja.
abban ugyan még nem volt a semlegesség, azt majd később a Nagy Imre, amikor belehúzott, akkor belekerült, de az ő pontjaik volt a forradalom programja. Na most az egyetemen minden volt, paraszgyerek, munkásgyerek, mert akkoriban ezt forszírozták is. Mi nagyszerűen megértettük egymást. És akkor mégiscsak egy leverő élmény az elnézni, hogy a kommunizmus Magyarországon, és ezt a fajta terrort, hogy utána mi jött a Kádár rendszer, nem hogy 56 nem tudta megszüntetni, de még maga a rendszerváltozás sem, hiszen nem kellett az a rendszerváltozás ahhoz, vagy ha nincs a rendszerváltozás, Gyurcsány Ferenc akkor is miniszterelnök lehetett volna pontosan. Persze, ebben az időpontban. Nem biztos, hogy milliárdos is lehetett volna. Hát lehet, hogy nem milliárdos lett volna. Az idősebbek elhappozzák volna előle. Nyilvánvalóan azért a piramis csúcsán állók hát nem nélkülöztek semmelyik társadalmi rendszerben, de nem milliárdosként, ugye a természetes életkorának folyamányaként lehetett volna 2004-ben miniszterelnök. Azt, ha megnézzük, hogy a MSZP soraiban, a parlamentben hányan ülnek ott, vagy az egész vidéki Magyarország, ezeken a bizonyos hálózati csomópontokon hány ilyen ember ül. Tehát még a mai napig azt lehet mondani, hogy sem 56, sem tulajdonképpen a rendszerváltozás sem számolta föl, nem tudta felszámolni. Péter, olyan ez, mint a parlagfű. Hát még olyanabb. Majd nekiállunk írtani, de az mindig újra földugja a fejét. És borzasztó nagy munka lesz, amikor ebben az országban nem lesz parlagfű, addigra nem lesz már kommunista se. Most megvigasztaltam? Ez nem holnap lesz. Orbán Viktor ma azt mondta a beszédében, hogy egy nép ellenében nem lehet kormányozni, és hogy a következő választások lezárhatnak egy korszakot. Ezzel egyetért? Annyiban, mint az előbb mondtam, hogyha sikerült tényleg történelmi vereséget mérni erre a elfajzott baloldalra, mert nem minden baloldalról beszélek én. Ez a magyar korrupt, elfajzott, rossz múltú, szovjet emlőkön nevelkedett. Ha ez a baloldal történelmi vereséget szenved, mondjuk 8%-ot kap a választásokon, akkor látok esélyt, hogy nem. Eszembe jut mindaz, amiről pár perccel ezelőtt beszéltünk, és őszintén kérdezem, hogy ki viszi tovább az 56-osok és 1956 emlékét, ha egyszer önök már nem élnek majd közöttünk mondjuk 30 év múlva. Igen, hát én még 40 évet szeretnék élni, de mondjuk egyedül nem vihetem tovább. Van a fiatalok között. Nagyon rendes, itt megint nem akarok elfogultságot mutatni, de például az egyházi iskolákban kitűnő tanárok által nagyon szorgalmas és becsületes gyerekek nevelkednek. Több helyen ismerem a körülményeket. Hogy a rossz gyerekek fognak-e fölülkerekedni, vagy a jó gyerekek, azt én már nem élem meg. De minden történet ki van beszélve, meg van írva? Nincs. Még mindig nincs. És ez azért van, mert 56-ban, most az egész őszt vegyük, mondjuk a Rákosi júliusi lemondásától kezdve, úgy gyorsultak föl az események, és annyi minden történt, maga a forradalmi időszak alatt, mondjuk az egy hónap, vagy három hét, amikor tényleg, akkor minden utcasarkon történt valami. De Jászberénybe is. Hát amíg ezt valakik földolgozzák, nagyon sok részlettanulmány jelent meg, még diákpályázatok is. Nevetni fognak, mert egy-két zsűribe részt vettem, és voltak nagyon becsületes írások, aminek látszott, hogy utána ment az illető, utána nézett, még idézetek is voltak benne, meg interjú volt idős 56-os, stb. Szóval van azért a fiatalságban, és még valami. 56-ban is váratlanul történt, ami történt. Majd 56 kapcsán most már három éve más dologról is beszélnünk kell, éppen a forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulóján, most három éve egy olyan példátlan és a civilizált világban
páratlan dolog történt, nevezetesen az, hogy békés tüntetőket a magyar köztársaság rendőrsége nyilvánvaló politikai utasításra elképesztő módon és méretekben terrorizált, lőtt, ütött, vágott. Hát ezt te így látod, de Göncöl Katalin abban a jelentésben orvosmáriakkal öltve nem így gondoltad. Az teljes mértékben az a dolguk, hogy ők hogy látják. Nagyon nehéz ezt úgy látni, hogy ők nyilvánvalóan csak is jó pénzért sikerülhet, de... Ezek régi reflexek, most kijöttek. Amikor az ijegység erőt vett a politbürón, akkor durva eszközökhöz folyamodik. Nézzék meg, idén például semmi nem történt. De ön is említette, hogy micsoda esély van arra, hogy ezt az elfajzott baloldalt esetleg tönkre lehet verni. Hát én meg azt mondom ennek a másik oldalát, hogy elképzelhető, hogy a Fidesz nagy fölénnyel nyer, de hát nyilván vannak hitelességi próbái egy erős többséggel megalakuló új kormánynak, és én ezt mindenképpen annak tartom, ameddig nem derül ki egyértelműen, hogy 3 évvel ezelőtt mi történt, amíg nem derül ki, hogy kik voltak a felelősök, és amíg Gergényi nem kerül hadbíróság elé, és utána a börtönbe, addig az új kormány ne csodálkozzon ahhozom, hogy a kezdeti lelkesedés, amivel fogadják, azt nagyon hamar el fog kopni. Igen, ez egy borzasztó nehéz feladat lesz, mert ugyanakkor kell a gazdasághoz is úgy hozzányúlni erős kézzel, de mégis okosan, józanul. Ugyanakkor kell megnyugtatni, rengeteg ember fog kétségbe esni, mert egyszerűen félnek az Orbán Viktortól. Ezeket utálják, de a Viktortól meg félnek. Meg kell nyugtatni. A tőzsdétől kezdve a kispolgárok. Az itt, remélem nem fajol odáig, hogy Gergényit is meg kell nyugtatni, mert az már mindennek a tetején lenne. Azt ne nyugtassuk, azt izgassuk. De nagyon sok ember meg attól fél, hogy ezek a történetek nem lesznek feltárva. Hát én szerintem föl lesznek tárva. Ugrásra készen áll ifjú történészek egész generációja, én is ismerek vagy 30-at. Ha rászabadulnak a levéltárakra, meg a különböző archívumokra, minden föl lesz tárva. Még az is, hogy miért beszélt némelyik rohamrendőr állítólag idegen nyelven. Hát még valami eszembe jutott arról, amit mondott, hogy milyen esélyt nyújt az, hogyha a baloldal nagy vereséget szenved, és utána jöhet egy másik. Azért én nem nagyon tudom, hogy ki jöhet majd utána, vagy ki fog utána jönni. Hát hogyha ennek a baloldalnak a fiatalabb generációját megnézzük, akiknek jönniük kéne, hát egyrészt börtönben ül, különböző gazdasági bűncselekmények miatt, a másik pedig éppen oda készül. Tehát... Igen. Hát kell egy pár év, de hát mi is vártunk elég sokat, hogy megbukjon az a rendszer. Most várjanak ők 30 évet, hogy a Orbán rendszer megbukjon, és addigra neveljenek föl egy jó gárdát. Mindez, ami 3 évvel ezelőtt történt, akkor mennyire rázta meg, vagy egyáltalán hát sokat látott ember, azt gondolom, hogy már nem nagyon tudja meglepni semmi. De szóval, igen, de azért nagyságrendi különbség van. Én még mai napig meg tudok mutatni Budapest számos helyén, de méteres körön belül, hogy hol láttam hullákat feküdni. Szóval főleg 4-e után, amikor már a nép nem nagyon mert kirohanni a házakból, itt azért nem halt meg senki, csak kaptak egy kóstolót. Ilyen, ez is egy történelmi lecke lehetne. Azoknak a fiataloknak tudatosítani kell, hogy körülbelül ez zajlott, csak még durvábban 56-ban. Azt hiszem, ezt akkor nagyon sokan átélték, akik a helyszínen voltak mindenképpen. Hiszen na most én egy ünnepségen voltam. A párhuzam az nagyon adta magát. Ahol mi öreg veteránok egymást kitüntettük. Ilyen szép bársony kötésű oklevelekkel, vagy 45-en, 50-en. Nem igazán tudtunk hazajutni, taxi nem jött, és majdnem mindenki sámta volt. Volt, aki csak kicsit, de volt, aki mankóval járt, volt, aki 2 mankóval jött. Hát mi voltunk ott megszorulva, de aztán körúti villamossal ezzel-azzal valahogy hazajutottunk. Nekünk nem jutott ki ebből az egész balhéból semmi. De nem is tudtunk volna elfutni. Szóval... Az még szép lett volna, hogyha... Önök is mi legfeljebb ilyen sűn alakzatban. Nem hiszem, hogy a rendőrök ütjük
ültünk volna az úttesten, és tűrtük volna a csapásokat, mert futni mi már nem tudunk. Egy dologról nem beszéltünk még, pontosabban csak áttételesen, hogy mit szól ahhoz, mit szólnak ahhoz, ahogy a szocialista párt évek óta ilyen-olyan technikákkal azon mesterkedik, hogy kisajátítsa 56-ot, Nagy Imre örökségét. Ez egy Imre, nagyon te mit tennél, hogyan csinálnál? Ez egy nagyon nagy téma. Ugye kezdődött azzal, hogy nyugati imperialisták bérencei csinálták, folytatódott úgy, hogy revizionista Nagy Imrék csinálták, azokat már meg is lehetett mutatni, hogy itt van, ez volt, aki csinálta. Aztán hosszabb szünet, és akkor jött az, hogy tulajdonképpen az egész egy szocialista forradalom volt. Szocialisták készítették elő, ők hajtották végre, és az emlékét ők őrzik. Például a francia temetőben, ugye? Most az jön, hogy Nagy Imre, aki kommunista volt ugyan, de azért példaképes patrióta és mártír, ő hozzá dörgölőzünk, ő mögé sorakozunk föl, és őt dicsérjük, és tulajdonképpen mi mindig is úgy gondoltuk, hogy őt kellett volna Kádár helyett hatalomba hozni vagy hagyni. Hát akkor ez volt. Nekem egy volt ávós, azt mondta, amikor mondom, és te nem szégyeled most magad, ahogy visszagondolsz. Kocsmában, ahol az ember már tegeződik, meg megmerészel ilyen dolgokat. Miért, azt mondja apám, akkor ez volt. Most meg ez van. Hát ez ilyen kétségkívül, hogy ez a felfogás, ez nagyon megy nekik. Igen. Nagyon megy nekik. Hát Kádár korszakban húzták a hasznot abból, az oldalából, az érmének, most megpróbálják a másik oldalából, és ebben a tekintetben egyébként az ön titulusa, a Történelmi Igazság Bizottság alelnöke is elég érdekes, mert... Igen, ne bántsanak. Furcsa dolog egy olyan bizottság alelnökének lenni, ami arról van elnevezve, ami nem történt meg, nem? Ahogy mondja, tehát mondja, igen. Itt éppen már pontosan történelmi igazságtétel nem volt. De gyöngék voltunk. Nagyon gyöngék voltunk, 56-osok. Hát ezt nem hiszem, hogy ez kifejezetten az 56-osok feladata lett volna. Hát mi úgy képzeltük, hogy majd beleszünk vonva, sőt, mondok egy nagyon vicceset. Mi úgy képzeltük el magunkat, hogy a pártok fölött álló szervezet leszünk. Hát most nézzék meg, hogy hol vagyunk. Hát igen, végül is. De hát amíg van ez a bizottság, vagy vannak önök, az mégiscsak egy élő lelki ismerete lehet. Néha adunk ki nyilatkozatokat, amit aztán a sajtó nem hoz le. De hát mindegy. De járunk mindenfele. Hát elmegyünk vidékre, elmegyünk iskolákba. Nekünk ez maradt, hogy próbáljuk átadni. És ma is próbáltam azt érzékeltetni, hogy jó, ez egy történelmi esemény volt, olyan, mint a Budapest ostroma, vagy nem tudom mit, de mégis más. És mai napig, ha ugye fölrémlik a gondolat, vagy erről kezdünk beszélni, akkor mintha egy húr, egy olyan nagyot pendülne a szívünkbe. Ez egy különleges. Mert az első szerelmét az ember elfelejti. Talán még az arcvonásait is, de magát azt a szenvedélyes érzést biztos, hogy elfelejti 70 fölött. És ezt még mindig nem felejtettük el. És ezt próbáljuk tovább pöngetni az országban. Kívánom, hogy pöngessék még nagyon sokáig, nagyon jó egészséget, és bízunk abban, hogy amit mondott a korszak lezárással kapcsolatban, az hegyomlásszerű fél év múlva be is következik. Hegyomlásszerű győzelmet. Nem a jobb oldalnak, nem a becsületes magyar pártnak. Balázs Piri László volt a mai 1956. október 23-ára is emlékező különleges ünnepi péntek 8 vendége. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva remélem újra látjuk egymást, minden jót, viszontlátásra.